Sziasztok! A mai videóban arról lesz szó, hogy a vezetőtestület csökkentette a kisegítő szolgai és a véni pozícióhoz tartozó életkor követelményeit. Ebben a videóban megpróbálom körüljárni ezt a témát, és szó lesz a kisegítő szolgákról, a vénekről, és arról, hogy miért változtatott a szervezet az eddigi elvárásain. De elsőként nézzük meg, hogy hogyan tálalta ezeket a változtatásokat Mark Sanderson. Mit tesz a vezetőtestület azért, hogy a fiatal testvérek képzést kapjanak? 2022. januárjában a vezetőtestület arra kérte az összes vének testületét világszerte, hogy biztosítsanak elsőbséget annak, hogy segítsenek a fiatal testvéreknek szorosabbra fűzni a kapcsolatukat Jehovával, és alkalmassá válni gyülekezeti feladatokra. A véneket és a körzetfelvigyázókat emlékeztették, hogy azokat a fiatal testvéreket, akik szorgalmasan ellátják a feladataikat, már a 10-es éveik végén ki lehet nevezni kisegítőszolgának. És azokat az ügyes kisegítőszolgákat, akik képzést kapnak a pásztori és a tanítói feladatokra, ki lehet nevezni vénnek akár már a 20-as éveik elején. Ahogy láthattuk, csökkent a kisegítőszolgai és a véni pozíció betöltéséhez szükséges minimum életkor követelmény. A kisegítő szolgákat a 10-es éveik végétől, tehát kb. 18-19 éves koruktól, a véneket pedig a 20-as éveik elejétől, tehát kb. 20-21 évesen kinevezhetik. Ennek a változtatásnak az lehet az oka, hogy a vének és a kisegítő szolgák nagy számban ébredtek fel mostanság, és a szervezet egyszerűen nem tudja kivel föltölteni ezeket az üres pozíciókat. Ráadásul azok, akiket eddig nem használtak fel, a Covid alatt nagy számban elmaradtak vagy felébredtek. Így ők is kiestek azért, mert nem értékelték őket és elcsüggettek. Ők nem kaphattak gyülekezeti kiváltságokat, mint például mondjuk a mikrofonszolgaság. A mikrofonszolgák a tanúknál az őrtorony tanulmányozás és az egyéb kérdések és válaszok programrészek alatt a hozzászólóknak viszik a mikrofont. Tudom, hogy ez furcsa lehet azoknak, akik nem tanúk, de a tanúknál az ember még csak egy taliskát sem tolhat egy tanú építkezésen, hogyha nem számít jó példának. Viszont most a Covid alatt mindenki azonos szintre került nagyjából. Így megváltozott az is, hogy ki számít jó példának és ki nem. Ugyanis senki sem mehetett házról házra, így a Szántóföldön eltöltött órák száma visszaesett. Ez azért fontos, mert a tanúk a szántóföldi órák és a rendszeres gyülekezetbejárás alapján döntik el azt, hogy ki számít példamutatónak, és csak ezek az úgynevezett példamutató személyek kaphatnak különböző gyülekezeti kiváltságokat. Viszont a Covid alkalmával ez a két mérce sokat változott, mivel mindenki alacsony óra számokat adott le, és senkinek sem okozott gondot a rendszeres gyülekezeti részvétel, mert ez csak annyit jelentett, hogy valaki felcsatlakozik a Zoomra, vagy sem. Nem kellett felöltözni, 10-20 percet utazni a gyülekezetbe, ráadásul az ember még a munkahelyéről is bejelentkezhetett. Így mindenki rendszeres tudott lenni a gyülekezeteken. Emiatt nagyjából mindenki azonos szintre került, ráadásul arra a szintre, amin az eddig szellemileg gyengének tekintettek voltak. Emiatt mindenki alkalmas lett a korábban említett pozíciókra. És kineveztek olyan személyeket, akik sok esetben 20 vagy 30 évet vártak a kisegítő szolgai vagy a véni kinevezésükre. Ez akkor történt, amikor újra elérhetővé vált a gyülekezetek látogatása. Ugyanis eleinte annyira kevesen jártak, hogy a gyülekezetek szó szerint kongtak az ürességtől. A 120 fős gyülekezetekből jó volt, hogyha 20-30 fő jelen volt. Így már azok is jó példának számítottak, akik egyetlen percet sem mentek a szolgálatba, és csak annyit tettek, hogy rendszeresen részt vettek a gyülekezeti alkalmakon. Tudom, hogy ez furcsa lehet, de két ilyen tanút is ismerek két különböző gyülekezetből. Az egyikük körülbelül 50 évet várt a kisegítő szolgai pozíciójára, a másik pedig 25 évet. És most azért, mert rendszeresek voltak a gyülekezetben, ami a Covid előtt a minimum volt mindenkinek, megkaphatták a kinevezésüket. De ahogy láthatjuk, a szervezetnek még így sem sikerült feltölteni a megüresedő pozíciókat. Valójában ezért jelentették be ezeket az új szabályokat. Amúgy ezek a szabályok körülbelül fél éve lettek a véneknek bejelentve az amerikai gyülekezetekben. Amikor először hallottam, akkor nem akartam erről videót készíteni, mert azt hittem, hogy ez csak ott Amerikában néhány államot érint, de ahogy láthatjuk, ez a hiány globális, és ezért is készítették el az előbb bemutatott videót. És szerintem a szervezet megint rossz helyre nyúlt az új szabályokkal, mert ezek a szabályok csak a véni uralkodó családokat és a nepotizmust erősítik,
Ráadásul így egyértelművé válhat az átlag tanúknak az, hogy itt írott szabályokról van szó, nem pedig a Szent Szellem kinevezéséről. A tanúkban emiatt felvetődhet a kérdés, hogyha a vezetőtestületnek kellett ilyen kiigazítást tennie, akkor hol volt eddig a Szent Szellem? Ráadásul ismét úgy jelentették be ezt a változtatást, hogy a vezetőtestület úgy döntött, és ezek után magukat tapsoltatták meg, nem Jehovát. Ez megint visszás lehet a tanúknak. Szerintem, hogyha a vezetőtestület ténylegesen hisz Jehovában, akkor nem ártana visszaemlékezniük arra a történetre, amikor Mózes és Áron vizet fakasztott a sziklából. Mert itt pontosan ugyanazt a bűnt követte el a vezetőtestület, mint amit Mózes és Áron annak idején. Amúgy a szervezet szerintem már így is eléggé korrupt volt, nem kellett volna ezt még fokozni. Ugyanis a szervezetben szinte csak azok jutnak el a véni pozíciókig, akiknek a felmenőik is vének. Nagyon ritka, hogy olyan személyekből lesz vén, aki saját maga csatlakozott a szervezethez, nem pedig belenevelték. És mivel minden szentnek maga felé hajlik a keze, ezek a vének előbb nevezik ki a saját gyerekeiket, mint valakit, aki ténylegesen alkalmas lenne a pozícióra. És most ehhez kaptak engedélyt a vezetőtestülettől ezek a vének. Így a vének feltöltik a pozíciókat a gyerekeikkel, és végül nem maradt hely azoknak, akiknek ténylegesen meg lenne az élettapasztalatuk ezekhez a pozíciókhoz. Tehát ezzel a szervezet szempontjából hasznosnak tűnő változtatással a vének több kárt tudnak okozni, mint hasznot. Főleg olyan gyülekezetekben, ahol telítettek ezek a pozíciók. Ráadásul gondoljunk bele abba, hogy egy ilyen 20-21 éves vén hogyan tud majd tanácsot adni olyanoknak, akik jóval idősebbek, mint ők. Mondjuk tegyük fel, hogy egy ilyen 20-21 éves vénnek kell tanácsot adnia egy középkorú vagy idős házaspárnak. Annak ellenére, hogy szinte biztos, hogy egyedülálló, vagy legjobb esetben friss házas a szóban forgó vénünk. Ráadásul semmilyen képesítése sincs, csak a jó öreg vénkönyv. Vagy gondoljunk bele abba, hogy egy ilyen fiatal vénnek egy középkorú nőről kell eldöntenie, hogy elkövetette pornéját vagy sem. Ebben a videóban inkább nem részletezném, hogy milyen beteg kérdéseket tesznek fel a tanúk ezeknek a személyeknek ahhoz, hogy eldöntsék, hogy kellőképpen megbánta-e a bűnét ez a hölgy, vagy hogy a szóban forgó aktus felindulásból történt-e, vagy előre megtervezték. Tehát szerintem nem túl egészséges ez az új rendszer. És itt megint arról van szó, hogy egy lélegeztetőgépen lévő szervezetet akarnak életben tartani. Ebben az esetben azzal, hogy már fiatalon korrumpálják a tanukat azáltal, hogy óriási hatalmat adnak nekik a tanuk felett. Ráadásul, hogyha a véneket és a kisegítő szolgákat ténylegesen a Szent Szellem nevezi ki, akkor mi szükség volt erre a bejelentésre?